nap megint egy olyan kedves bónusnap az életünkben, amikor a polgármesterségemben a jó pillanatok vannak. Ez a jó pillanat, az egy legjobb pillanat polgármesternek lenni, amikor köszönhetem az újszülött papátot. És nem győzöm elmondani, hogy a polgármesterségemnek ez az egyik legnagyobb eredménye, hogy ezt végre Ácson sikerült összehozni, hogy a fiatalokat támogassuk valahogy, akik vállalnak családot, mert a településnek a jövője, a későbbi élete, ez az alapja. Na mostan ugye sajnos az egyértelműen látszik, hogy Ácson a lakosság szám az elmúlt 15 évben elég jelentősen csökkent. Ugye a gazdasági befolyásolásnak a Győr és Budapest, meg a hangulásnak az elszívó hatása Komárom, de azért még mindig azért a 6-7 ezer körüli környéken stagnál azért a város lakosságunk most már évek óta, de hát azért még hol van ez attól a 9000 főtől, amikor a 80-as években én voltam még kisfiú vagy iskolás gyerek. De azt gondolom, hogy most az utóbbi időben azért egyre jobban látható az, hogy a fiatalok vállalnak babát, és átfordulni szerencsére nem csökken ez a szám. A másik nagyon fontos dolog, amit szeretnék elmondani, hogy az idei évben egy újabb fontos lépést teszünk a fiatalok megsegítésére, az pedig az, hogy aki Ácson olyan ingatlant vásárol, most márciusban lesz a lépés, én reménykedem, hogy a képviselőtársaim is ezt a támogatják, és biztos vagyok benne, hogy támogatják, hogy aki Ácson használt ingatlant vesz, vagy ingatlant épít, azonban tudunk adni egy 400 000 forint támogatást a vásárláshoz, felújításhoz, vagy építkezéshez. Tehát én úgy gondolom, hogy ez is egy fontos lépés, ez még tovább mehet. Első lépésnek ez nagyon fontos, főleg ahhoz képest, hogy ugye ez mostanában nem volt, mert a helyzetünk nem adta meg ezt a lehetőséget. Annak is nagyon örülök, hogy Ácson annak ellenére, hogy anyagilag tényleg nem voltunk az utóbbi időben a jó helyzetben, azért tudunk mindig egy picit fejleszteni, rengeteget pályázunk, és most úgy látom, hogy a bejövő adók kicsit optimistább vagyok, és talán kicsit többet tesznek majd lehetővé az idei évtől. Visszatérve babákra, én azt gondolom, hogy önöknek ennél nagyobb boldogság, ennél nagyobb öröm és ajándék nem lehet az életben, mint a babát. Készültem ugyan egy írok kis verset, de elhagytam az irodámban, úgyhogy ezt most nem tudom elmondani, de mindenképpen én úgy gondolom, hogy ha a saját szavaimmal fogalmaznék, önöknek az élete és a jövője és az értelme az életünknek egy legnagyobb értelme az, hogy itt foghatják a kezükben a gyermeküket, és azt gondolom, hogy Ácsnak is az egyik legfontosabb dolga az, hogy ezeknek a gyerekeknek perspektívát, jövőt mutasson és lehetőséget adjon, és mindent meg fogunk tenni a képviselőtársaimmal, hogy ezt lehetőségként megteremtsük ezeknek a gyerekeknek. Kívánok a jövőben önöknek sok szerencsét, sok boldogságot ezekhez a babákhoz, és kérem önöket, hogy a legnagyobb szeretettel, jó szándékkal neveljék ezeket a gyerekeket föl a családjukba. Az első Böröc Márk. Különben onnét megismerek sokan, hogy van, akiknek az anyukáikat már tanítottam. Gratulálok. Rányzik az édesanyját, ez van, akik már tanítottam. Jaj, ez emlék napot kérdik. Ezt meg itt vagyunk. Farkasdi Léna. Fehér Zalán. Talán nincs? Édesanyja Barbe, jó, akkor nincs. Igaz? Biztos nem jön. Fogarasi Fanni. Jó, itt. Szuper a nép is. Van egy barátom, hogy így hívnak, Szegeden a Fogarasi Fanni. Gazda Jászmin. Na. Köszönöm. Metton Bence Milán. Hangyár Regna.
És azt mondja, hogy a tanulásnak meg sok sikerült. Horváth Anna. Horváth Anna Léna. Sok sikert kívánok!